Köszöntöm Önöket, én Rász Csaba vagyok, ez pedig a Nézőpont, a Szeged Televízió politikai közéleti vita műsora, ahol minden alkalommal három vendéggel beszélgetünk olyan országos és helyi ügyekről, amelyek mindannyiunk életére hatással vannak. A mai műsor asztal társasága a következő: Kovalcsik Tamás geográfus, a Választási Földrajz Facebook csoport alapítója, a telex.hu elemzője. Jó estét kívánok! Itt van velünk Stóf Péter Bence politológus. Szia Csaba! És itt van Petrovszky Olá László politológus, akit már láthattak a Szeged Televízió műsorában, de a Nézőpontban most először köszönhetjük. Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt vagytok. Az elmúlt hónapokban nem nagyon volt olyan nézőpont, ahol ne beszéltünk volna az uniós és a helyhatósági választásokról, arról, hogy mi várható június 9-én, és utána. Nulladik kérdésem, ezért az lenne, érte bármelyikőtöket bármilyen meglepetés itt vasárnap este, hétfőn hajnalban? Szerintem teli voltunk meglepetésekkel hétfő hajnalban, hiszen mind az európai parlamenti, mind a helyhatósági választásokon olyan eredmények születtek, amikre az előzetes várakozások alapján egyáltalán nem számíthattunk, bár a napközbeni részvételi adatokból már, mint hogyha sejthető lett volna, hogy a Tisza pártnak az előretörése prognosztizálható, de egyáltalán nem lehettünk biztosak, főleg a 2022-es részvételi adatokból kiindulva, hogy ez nem feltétlenül a Fidesznek az elképesztő mozgósításában fakad. Egyébként szerintem önmagában már a részvételi adat is meglepetés volt. Tehát én ennyire magas részvételre akkor sem számítottam, hogyha azért azt gondoltuk már korábban is, hogy a két választásnak a összekötése az felfelé fogja húzni a részvételt. Ennek ellenére, tehát a mértéke ennek a növekedésnek az meglepő volt, illetve valószínűleg Tamás tud majd megerősíteni, de hogy ugye azt láttuk napközben, hogy a részvételnek a területi megoszlása is eltért a korábbi évektől, ugye szerintem erre utaltál, amikor mondtad, hogy reggel még úgy nézett ki, hogy egy nagy Fidesz mozgósítást láttunk, ami azért részben volt is, egyébként abszolút volt, de utána a más település típusokban is elkezdett emelkedni, szóval nekem ez volt az első meglepetés talán, és hát utána pedig nyilván az eredményekben is volt olyan, amire nem számítottunk, de azért ugye elég jó kutatások jöttek ki 7 óra, 3 perckor például arról, hogy mire számíthatunk. Nálad? Hogy ne csak az önkormányzati választásokról beszéljünk, az európai parlamenti választásokon is voltak meglepő eredmények, és itt nem csak Magyarországról beszélek, bár nyilván az, ami a számunkra legérdekesebb, gondolok itt a francia eredményekre, és nem is csak az eredményekre, hanem Emmanuel Macron meglepő húzására, amivel ugye feloszlatta a francia törvényhozást, így előrehozott választásokat kell majd tartani, szerintem aki esetleg Magyarországon kívülre tekint egy kicsit, ez is egy nagyon izgalmas aspektusa lesz az elkövetkezendő időszaknak. Rendben, és akkor vágjunk neki a három témánknak. Nézzük először az eredményeket részletesebben, a fővárossal kezdjük, hiszen ott jelenleg is tart az érvénytelen szavazatok újra számlálása Vitézi Dávid kezdeményezésére, amire Karácsony Gergely pedig a teljes főpolgármester választás megismétlését indítványozta, és még annyit tennék itt hozzá, hogy adásunkat ugye 3 órakor rögzítjük, és majd mivel adásba kerül, addigra már ugye 17 órakor a választási szervek meg fogják mondani, hogy milyen eredménnyel zárult ez az újraszámlálás. Erről most mi még csak feltételes módon fogunk tudni beszélni, de először akkor a bejátszást nézzük. A mai napon elkezdődött a főpolgármester választáson leadott érvénytelen 24.592 szavazat újraszámlálása. A vasárnapi választáson Karácsony Gergely mindössze 324 szavazattal győzte le Vitézi Dávidot, aki szerint számos szavazat veszhetett el amiatt, mert többen is két helyre húzták be az X-et, Szentkirályi Alexandrához és hozzá, ezt pedig érvénytelen szavazatnak nyilvánították. Holott a szabályok szerint ezek mind Vitézi Dávidra leadott szavazatnak számítanak. A Nemzeti Választási Bizottság elfogadta az érveket és megkezdték az érvénytelen szavazatok újraszámolását. Karácsony Gergely azonban úgy látja, a legtisztább az lenne, ha új választást tartanának a fővárosban, hiszen számos kétség merült fel az újraszámlálás tisztaságát illetően. Erre Vitézi Dávid úgy reagált, Karácsony Gergelynek csak az a választási eredmény jó, ahol ő a győztes. Az újraszámolás eredménye délután 5 óra után várható. Hát délután 5 óra után várható, hogy itt hallatszott, és mi most 3 óra környékén beszélgetünk. Mit gondoltok erről az újraszámlálásról, amit ugye a Vitézi kezdeményezett, aztán tegnap Karácsony Gergely bejelentette, hogy az egész választás megismétlését szeretné inkább, és arra utalt, hogy ezt már Vitéziék is kérték korábban, csak nem verték nagy dobra. Mi történhet most Budapesten?
Hát én inkább nem mennék bele esélylatolgatásokba egyáltalán, főleg, hogy ugye mondtad is, hogy amikor adásba kerül, már tudni lehet az eredmény, de az mindenképpen kijelenthető, hogy az a demokráciának, vagy a két jelölt politikai hát bizalmának egyáltalán nem tesz jót. Tehát az a jelenség, hogy eljárásrendi vitákat folytatnak a különböző tévéstúdiókban a legnagyobb felhatalmazással rendelkező főpolgármester, vagy pozícióban lévő emberek, ez valami elképesztően rosszat tesz ennek a hivatalnak, és mind a két jelöltnek a renoméjának. Hogy csak a hivatalnak, hanem az egész Magyarország egészén a választásokba vetett bizalomnak, ami szerintem még súlyosabb következménye lehet, és azt nem tudjuk, tehát eznek lehet hosszú távú következménye. Ugye, hogy bízzon a választópolgár az egész választási folyamatban, hogyha jól láthatóan, most ez egy speciális eset természetesen, hogy újra megnézik az érvénytelen szavazólapokat, de ez egy nagyon rossz üzenet. Nagyon rossz üzenet az egész procedúráról. Szerintem lehet, hogy érdemes lesz átgondolni a szabályozás egyes aspektusait a jövőben, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Sokszor példálózunk Donald Trump-al most, és lehet, amikor megkérdőjelezi a választás eredményességébe vetett bizalmat, az azért nem csak egy eljárás rendi kérdés, hanem egy legitimációs kérdés, és hogy bízhatnak-e a választópolgárok ebben az intézményben, vagy nem bízhatnak? De miért ne bízhatnának? Én azt nem értem ebben a kérdésben, hogy minden egyes szavazókörben, jó esetben, de szinte biztos vagyok benne, voltak ellenzéki és kormánypárti szavazatszámlálók is. Tehát ott csalni nagyon nem lehetett, hiszen ott mindenki a Vitézi Dávid támogatói, vagy legyen az egy fideszes szavazókörélnök, akár egy ellenzék, egy karácsonyista, azok ott voltak, megnézték, és közösen aláírták, hogy ezek a szavazók érvénytelenek. Akkor most mi történik? Szerintem bizalmi szempontból, amíg ott tartott a történet, hogy van egy szoros eredmény, Vitézi szeretné újra számoltatni, sőt, még az is, hogy hivatkozik arra, hogy az érvényesség, érvénytelenség kérdésével lehetett probléma szerinte, hogy a bizonyos érvényes szavazatok lettek érvénytelenek számolva. Addig szerintem ez nem volt egy bizalmi kérdés a demokráciával, az intézményrendszerrel kapcsolatban, ahol ez nagyon súlyossá vált, az a Karácsony Gergely tegnapi sajtótájékoztatója. Ugye magyarul nem is igazából a szavazás menetével van itt a probléma, hanem ugye a főpolgármester nyilatkozata szerint ő arról értesült, hogy a delegáltak jelenléte nélkül fölbontottak urnákat, ahol nem megfelelően voltak egyébként elcsomagolva, elkülönítve az érvénytelen szavazólapok, ezeknek a szállítása nem volt megfelelően megoldva, tehát hogy a manipulációnak a lehetősége igazából itt merült föl, addig egy eljárás hibáról volt szó, tehát azt mondom, hogy alapvetően ártatlan hibáról volt szó, nem megfelelő volt a tájékoztatás, azt mondják több forrásból, nem tudták a szavazóbiztosok, hogy melyiket kell érvényesnek és érvénytelennek számolni. Tehát, hogy ezt a kettőt érdemes elválasztani egymástól, az igazi krízis akkor jött, amikor ezt a karácsonyi sajtótájékoztatón bejelentette ezeket a vélt vagy valós problémákat, nem tudom megítélni. Ezek tényleg súlyosak, tehát ezek tényleg aggasztóak, és szerintem erről van szó, tehát nem a választás estéjén történt eseményekről elsősorban. Én is oda térnék vissza, hogy szerintem nem feltétlenül maga a választásnak az intézménye, hanem ennek a két szereplőnek a legitimációja rendül egy kicsit itt meg. Gondoljunk abba bele, hogy akár 2014-ben Ózdon, vagy 2019-ben Jászberényben a választók rendkívül megbüntették azt a mind a két esetben kormánypárti szereplőt, akik amúgy a választásnak a végeredményét vitatták, és új ismételt választásokat kellett tartani. Úgyhogy ez minden képpen az ezekben a szereplőkbe vetett bizalmat kérdőjelezi meg. A másik pedig ugye az, hogy azért azt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az érvénytelen szavazólapoknak az eltérése a fővárosi közgyűléshez képest ugye két kerületben volt nagyon-nagyon jelentős, ugye a hetedikben és a negyedikben, és ugye itt mind a két kerületben egyszerű halvány kis csíkkal húzták le, tehát hogy itt azért az, hogy a választók mennyire voltak tisztában azzal, hogy a Szentkirályi Alexandra visszalépett vagy nem, és hogy akár itt ebben volt-e szándékosság például a kerületi vezetés, mert ugye itt a kerületek döntöttek arról, hogy milyen eljárással húzzák le Szentkirályi Alexandrát a szavazólapról, itt felmerülnek jogos aggályok akár. Csak mindig azt mondom, hogy ott is volt fideszes a szavazókörben, tehát tehetett volna, gondolom, vagy észrevételezhette volna ezt. De nem segíthet egy delegált abban, hogy... Nem, abban
hanem hogy húzzák le, azt ott meg tudták volna beszélni, akkor ne így húzzuk le vastagabban. Uh-huh. Hát igen, ugye ilyenkor jön az a probléma, hogy baromi nehéz a jogorvoslat a választási folyamatban, mert ugye pénteken a Szentkirályi Alexandra visszalép, ugye akkor elkezdik lézernyomtatóval kézzel lehúzni a szavazólapokat, ezt mondjuk tegyük, hogy szombat este meglátja egy delegát mondjuk, uh-huh. vagy valaki, és akkor panaszt tesz, és vasárnap reggel indul a választás, tehát addig ez valójában orvosolhatatlan probléma. Tehát, de ugye ez nem azért, mert a rendszer rossz, hanem hát ugye a választás ilyen, tehát a folyamatban nem lehet mindig. Hát, de akkor visszamentünk oda is, hogy miért van úgy szabály az, hogy péntek délutánig lehet visszalépni, tehát miért van egy ennyire utolsó időpont megadva a visszalépésre, és akkor most nem akarok megint belemenni a politikába, hogy a Alexandra miért pont pénteken jelentett be a mindegy, ebben nem menjünk bele. Akkor menjünk bele egy olyan dologba, amire kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok mondani, mert ugye ti szakemberek vagytok választás kapcsán mindannyian, én meg egy egyszerű újságíró, de a következő kérdésem az lenne, hogy látva a fővárosi közgyűlés összetételét, ki akar egyáltalán itt főpolgármester lenni? Mert ahogy én elnézem az összetételt, ha Vitézi lesz a főpolgármester, neki hogyan lesz többsége? Ha Karácsony lesz, akkor neki hogyan lesz többsége? Nehéz elkezdeni. Jogos kérdés. Jogos szerintem, kérdés. Szerintem, senki. Tehát inkább most menekülhetne mind a kettő. Ugye, itt a lehetőség. És egyébként érthető lenne. Tehát az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy hova futnak ki az események. Szerintem egyébként ma nem is fog eldőlni, hogy mi lesz. Tehát ugye most kapunk majd egy újabb eredményt, ami egyébként bármelyik irányba megy, nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Főleg miután Karácsony Gergely tegnap ugye azt is bejelentette, hogy mindenképpen szeretne megismételt választást. De hogyha ebből nem lesz semmi, mert tegyük föl, hogy továbbra is ő marad a győztes, és mondjuk az ő panaszát azzal kapcsolatban, hogy szeretne másik megismételt választást elutasítják, ugye akkor se tudjuk, hogy hogyan fog megalakulni a közgyűlés, hogy hogyan fog utána ez a közgyűlés majd egyszer költségvetést elfogadni. Tehát jó esély van arra, hogy itt előbb-utóbb lesz egy újabb választás, akár még itt egy éven belül, ugye ha én jól tudom, akkor a törvény szerint a választás napjától fél évig nem lehet felosztatni a fővárosi közgyűlést, hogyha sikerül megalakítani, ugye kezdjük ott. De ugye ilyen helyzet még nem volt, hogy a választás megelőzi egyébként hány hónappal a megalakulást. Ugye, október, tehát hogy ugye az egész helyzet új is, bizonytalan is, és ugye tényleg ez a nagyon nagy megosztottság, amit ugye a Mi Hazánk által benyújtott majd a Fidesz által elfogadott választási reform tett lehetővé, hogy ilyen megosztott legyen a fővárosi közgyűlés. Hát ez teljesen kiszámítatlan. A legtöbb szereplőnek nem érdeke az, hogy Karácsony Gergely szerintem nem érdekük, hogy Karácsony Gergely stabilan tudja vezetni Budapestet. Hát egy kicsit lehet, hogy túllövök a budapesti aspektusán, csak hát ugye ilyen egy arányos választási rendszer. Az ellenzéki médiatérben, akár politikai szereplőktől nagyon gyakran halljuk, hogy hát Magyarországon is arányos választási rendszer kéne. Ezzel jár. Ez ezzel jár. Igen. Lehet, hogy nem áll föl a közgyűlés, akár hónapokig. Lehet, hogy idei évben nem áll föl, nem fognak tudni megegyezni a szereplők. Ez Magyarországon nagyon szokatlan, mert ugye itt mindig nagyon stabil kormányzás van. 2006 és 10 között ez egy kivételes állapot volt. De ahhoz képest most Budapesten megnézzük, hogy milyen az, amikor kompromisszumot kell kötni, vagy hát lehet, hogy megnézzük, vagy lehet, hogy visszakoznak az egészből a szereplők, ugye én sem mernék jósolni. Hogy... De amit mondtál, hogy arányos választás milyen képet mutat, ugye ez akkor lenne érdekes, hogyha mondjuk a Fidesz 10 mandátummal indított volna saját főpolgármester jelöltet. Ha a Tisza párt a szintén 10 mandátummal, tehát a két legnagyobb frakciónak lenne főpolgármester jelöltje egyáltalán, de hát egyiknek sincs, tehát a két legnagyobb frakciónak nincsen. Most ugye van a Párbeszédes DKS-MSZP-nek 7 mandátum, ugye a Karácsonyiknak, a Vitézieknek meg 3 darab összesen, tehát akár még főpolgármester lesz, akkor emeltileg van a háta mögött 3 vagy 7 darab szavazat. És még azt is azért hozzá kell tenni, hogy hogyan alakult ki ez a közgyűlési összetétel, hiszen ugye az LMP még a fővárosban is 1%-os támogatottsággal rendelkezett az EP listán, és mégis a Vitézi Dávid által vezetett lista ugye elért 10% fölötti eredményt. Ez ugye annak volt köszönhető, hogy voltak olyan EP listán Fideszt támogató szavazók, akik amúgy a Vitézit jelölték be, nem csak főpolgármesternek, hanem a Vitézi Dávid listáját is. Ezben lehetett taktika is, hogy akkor a
az általam támogatott főpolgármesternek a listáját támogatom, hiszen akkor legyen meg minél nagyobb frakciója, de lehet akár az is, hogy a választó amúgy a Fidesz listáját akarta támogatni, de hát akkor most melyikre kell húznom a Vitézinek a nevét? Most akkor az egyik vagy a másik szavazólapon, hiszen kettő szavazólapon is ugye ott volt a Vitézi Dávidnak a neve. Úgyhogy itt ez a szempont is szerepet játszott, és ugye a Fidesz, illetve a Tisza, illetve a Momentum kapott ugye kevesebb szavazatot Budapesten a fővárosi közgyűlésben, mint az EP listán. Ugye például a Momentumnak a szavazói, azok a Karácsony Gergely listáját, illetve a Kutyapártnak a listáját választották a fővárosi közgyűlésben. Kb. Harmadannyian választottak mást, mint a Momentum listáját, de például a tiszások is ugyanígy ezt a két listát részesítették előnyben. Ennyit az átszavazásra, és akkor most a közgyűlésről. Hát valóban amúgy a listás választás, vagy az arányos választási rendszerből fakadó logika alapján itt kompromisszumot kell kötni, de hogyha megnézzük azt, hogy a kompromisszum kötésre ki a legesleg hajlandóbb, hát nem feltétlenül a Tisza pártot mondaná az ember, főleg, hogy ugye a legtöbb kutatás azt mondja, hogy a Tisza pártnak a támogatói rendelkeznek a leginkább kormányváltási attitűddel. Tehát, hogyha a Tisza pártos képviselők elkezdenek együtt szavazni mondjuk akár a Fidesznek a képviselőivel, hát az nagy arcvesztés lenne Magyar Péteréknek. Én erre nem is számítok egyébként, de most zárjuk le Budapestet, mert nagyon szabad a műsoridés, van még két nagyszerű témánk. A másik, hogyha kontrasztosak akarunk lenni, tehát Budapesten látjuk, hogy jelen pillanatban sincs még eredmény, Szegeden viszont nagyon határozott eredményt mondtak a választópolgárok. Nézzük meg a fölvezető filmet, és utána beszélgetünk róla. Maga biztosan csak nem 68%-kal, vagyis kétharmados többséggel nyerte Botka László a polgármester választást, így újabb 5 évig vezetheti Szegedet. Ráadásul a 19 választókerületből 18-at nyertek az Összefogás Szegedért Egyesület jelöltjei, egyet a Fidesz-KDNP képviselője Rúzsa Roland. Voltak olyan körzetek, ahol jelentős különbség volt a jelöltek között, például a 7-es körzetben Tápén és Baktón, ahol több mint 70%-kal nyert Széchenyi Rúzsa, de voltak szoros körzetek is, például a 3. Jávorszky Iván, aki most indult először választáson, mindössze 300 szavazattal nyerte meg kerületét. A kompenzációs listákról összesen 8 képviselő jutott még a közgyűlésbe. 6 fideszes jelölt, valamint 2 a Magyar Kétfarkú Kutyapárttól, Tóth Benedek család és Mére Iné Berki Boglárka. Utóbbi viszont közösségi oldalán bejelentette, családi okok miatt nem tud hivatalos politikai, illetve közéleti szerepet vállalni, ezért mandátumát átadja a Kutyapárt listáján 3. helyen álló Vasárus Gábornak. Végül tehát így alakul a szegedi közgyűlés összetétele. Most a korábbi nézőpontokban itt panaszkodtam az asztaltársaságnak, hogy én nem érzek el nagy kampányhangulatot Szegeden, és én most is azt mondom, hogy ez egy ilyen nagyon nyugodt, nagyon békés kampány volt. Valamelyik képviselő úgy is nyilatkozott a győzelem után, hogy abba is volt az ereje a Botka László csapatának a kampányának, hogy itt nem volt sárdobálás, nem támadták a személyében az ellenfeleket, a körzeti képviselők között nem voltak nagy összetűzések. Én úgy éreztem, hogy ez egy nyugodt kampány, nagyon sokan hasonló eredményre számítottak, nem ekkora nagy győzelemre, de biztos Botka győzelemre számítottak. Ti hogyan értékelitek ezt, mit történik itt Szegeden, miért más Szeged ennyire, mint az ország többi része? A kampány az nyugodt volt, abban egyetértünk szerintem, de azért volt nyugodt, mert a kormánypártok nem voltak agresszívak. Tehát az nem lett volna logikus lépés a Botka László jelöltjeitől, illetve szervezetétől, hogyha ők egyébként egy előnyös pozícióból letámadják az ellenfelet. Szerintem igazából a nyugodtságnak ez lehetett a leginkább a megfontolás, hogy a kormánypártok miért engedték el ennyire Szegedet. Hát azért tudjuk, hogy a Szegeden a Fidesz szervezeteiben voltak problémák, vannak problémák. Szerintem nem tudtak egyáltalán olyan jelöltet találni, aki vállalta volna ezt a megmérettetést, aki felépített jelölt, akár évek óta felépített jelölt lett volna. De ezt a Fidesznél láttuk már az előző választásokon is, hogy kívülről hoznak polgármesterült, tehát hogy mintha nem lenne a Fideszben egy ilyen káderállomány itt Szegeden, akire lehetne építkezni.
Szerintem úgy, most nem akarok nagyon kilépni Szegedről, de szerintem országosan is úgy tűnt, hogy az a koncepció a Fideszben, hogy az EP kampány és az EP kampány üzenetei lesznek azok, ami igazából mozgósítani fogják a tábort. Ugye láttuk, hogy rendkívüli módon koncentráltak a saját bázisuknak a mozgósítására, ami az ország egy jelentős részében egyébként sok, tehát hogy arányaiban elhozza a győzelmet. Ugye Fideszen? Szegeden eleve nem ilyenek az adottságok. Tehát eleve itt a saját bázis kevés a győzelem, ezt tudjuk az előző választások eredményeiből, hogy számszerűen nincsenek meg annyian, mint máshol. És ennek szerintem volt egy ilyen hatása a szegedi helyzetre, hogy ugye volt egy EP kampányra fókuszáló kormánypárt, aminek a helyi szervezete ugye igazából, és meg lehetett látni a kampányanyagokon, hogy hát ugye a békéről írtak, legyen Szegeden is béke, tehát ugye nem volt meg az a fajta, ha valaki elmészik 2019-re, akkor ott egy nagyon kemény, egész pályás letámadás volt, nagyon, nagyon sok erőforrást tettek a nemesi kampányba, ez most hiányzott. És ennek nem feltétlenül Szegeden dőlt el ez a döntés, nem itt hozták meg, hanem inkább ez egy ilyen következménye volt a Fidesz stratégiájának, hogy máshol helyezi a fókuszt. Azt tudjátok, hogy amikor bejelentették, hogy a BYD Szegedre jön, már akkor nagyon sokan beszéltek arról, hogy ezzel az utolsó szelet is kifogták a helyi Fidesznek a vitorlájából, mert ugye ezzel támadták folyamatosan Botka Lászlót, nem nagyon találtak semmibefogást, egyedül abban, hogy nincsen nagyipari beruházás Szegeden. És mikor a kormány kardba öltve idehozza a Szegeddel együtt a nagy beruházókat, akkor sokan azt mondták, hogy ezzel elengedték Fideszt. A Fidesz itt Szegeden. Igen, tehát az a mítosz, hogy nem kap egy ellenzéki vezetésű város fejlesztési forrásokat, az lényegében a BYD beruházással szerte foszlott, és Botka László régóta azt a hiteles városvezetői képet mutatja magáról, amit amúgy ugyanez csak a másik oldalon Cserpalkovics Székesfehérváron, úgyhogy itt vannak olyan karakterek, akiknek pártokon átívelő támogatottsága van, és egyáltalán nem kötődik ez a párt logikához. Meg kell nézni a választási eredményeket, bőven látunk fideszes szavazókat is, akik Botka Lászlót támogatják. De én itt inkább a Szegeddel kapcsolatban az EP választásokra fókuszálnék, hiszen lehet, hogy Botka László volt szocialista polgármester, sőt ugye miniszterelnök jelöltje is volt a pártnak, de itt a Tisza párt 38%-ot kapott, 8% pontot vert a Fidesz-KDNP-re, és a DKMSPP EP listája csupán 11%-ot szerzett amúgy az ilyen vörös fellegvárnak, vagy ilyen baloldali fellegvárnak. Ez is még egy viszonylag jobb teljesítmény volt Szegeden. Igen, ez egy nagyon jó teljesítmény szinten. Volt az országos. Igen, csak erről szintén beszéltünk a választások előtt talán több alkalommal is, hogy amikor fölmerül ez a kérdés, hogy Magyar Péter országjárása során eljön majd Szegedre, és hogy hát itt mondjuk nem biztos, hogy itt van mit megdöntenie, de akkor aztán kiukadtunk oda végül is, hogy itt van, most már látok, hogy 60-68%-nyi szavazó, aki ezt az utat támogatja, amit a Botkái képviselnek, de ők kire szavazzanak országosan, vagy akár úgy az európai listán. És akkor jön, hát a Magyar Péternek van itt keresni valója igazából, és akkor ezt be is bizonyították az adatok, hogy azért nagyon sokan szavaznak így, hogy támogatják a helyi városvezetést, viszont változást szeretnének, és akkor oda tették le a voksukat. És ha már itt is tartunk, akkor térjünk át a harmadik témánkra, mert erről is nagyon sokat beszéltünk, hogy az EP választás egy hatalmas nagy közvéleménykutatás lesz azzal kapcsolatban, hogy mennyire tartják a magyarok jó iránynak azt, amerre most tart az ország, és mennyire van kormányváltó hangulat. Nézzük meg a bejátszást, és akkor folytatjuk tovább. Jelentősen átalakulnak az erőviszonyok az Európai Parlament magyar képviselőcsoportjai között. Vannak pártok, akik a választások eredményének értelmében a következő 5 évre nem küldhetnek delegáltat Strasbourgba. Ilyen például a Momentum, akik éppen azzal kampányoltak az elmúlt hetekben, hogy képviselőik, Cseh Katalin és Donát Anna, a legelismertebb magyar képviselők az Európai Parlamentben. Szintén nem szerzett mandátumot az MSZP, illetve a Jobbik. Helyettük két új párt is érkezik Strasbourgba, az egyik a Mi Hazánk. A legnagyobb meglepetést viszont a csupán pár hónapja megjelenő Tisza párt okozta. A közvéleménykutatók bár számítottak arra, hogy ők lesznek a legerősebb ellenzéki párt, a csaknem 30%-os támogatottság azonban minden várakozást felülmúlt, ezzel 7 mandátumot szereztek. A Fidesz-KDNP idén 11 európai képviselői helyet nyert, ez 2-vel kevesebb, mint eddig. A demokratikus koalíció ezúttal az MSZP-vel és a Párbeszéddel együtt is csak 2 mandátumot tudott szerezni.
Hát ez zajlott az országos nagy közvéleménykutatás a hatalmas mintán. Mit szóltok hozzá? Én 31%-ra számítottam a magyar Péteréknek, úgyhogy én túlbecsültem őket egy 1%-kal másféllel, szóval nekem ez nem nagyon volt meglepetés, de kezdjük inkább a kormánypártokkal. Ugye Orbán Viktortól hallottuk a nagy értékelést, soha ennyien nem szavaztak még rájuk, nagyon nagy győzelem ez, viszont százalékos arányban 44% az meg pont az a határon billeg, amiről beszélgettünk, hogy mi a jó eredmény és mi a gyenge eredmény. Én itt rögtön azt emelném ki, hogy ezt az eredményt tényleg ilyen teljesen kétféleképpen is lehet értelmezni, hiszen való igaz, hogy a Fidesz megnyerte az európai parlamenti választásokat, annyi arányban kapott szavazatot, mint a 2014-es országgyűlési választáson, ahol ugye a parlamenti patkóban kétharmadot szereztek. Viszont a 2014-es pártpaletta, ami a Fideszen kívüli párstruktúra volt, hát teljesen másképp nézett ki. Ott velük szemben volt egy ereje teljében lévő 20%-os Jobbik, és egy szintén még a bástyáit tartalmazó, vagy megtartó baloldal 25%-os országos eredménnyel. Itt most kétséget kizáróan van egy kihívó. Orbán Viktor a centrális erőtérnek a megalkotásával ezt szerette volna elkerülni. Nekem nincsenek abból a szempontból a kétségeim, hogy a Tisza párton kívüli és a kormánypárton kívüli szavazóknak egy jelentős része a következő hetekben meg fognak jelenni a Tisza pártnak a táborában a különböző felmérésekben, hiszen az elmúlt 3 országgyűlési választásban megtanulta az ország, hogy itt egy kihívó tud szembenézni a kormányzó párttal, úgyhogy valóban ténylegesen igaza van a kormányzó pártnak. Most ezzel az eredménnyel újabb kétharmad lett volna egy országgyűlési választáson, de egészen más az ellenzéki paletta, mint volt 10 éve. Olyan furcsa, hogy ezt így kijelentik, hogy kétharmad lett volna, amikor szembesülünk azzal, hogy 44%-nyan támogatják őket, 56%-nyan pedig nem, és mégis kétharmadat kapnának, szóval hát ez a választási rendszernek tudom a... Jó. Igen. Itt arra azt szeretnék kitérni, hogy azért az egy aspektus, hogy megtanulták a választók, hogy a legerősebb, legesélyesebb jelöltre szavazunk. Másrészt az ellenzéki pártok, és itt jó, hogy említetted 2014-et, amikor még tényleg létező, életképes pártok voltak, mind a bal oldalon, mind a jobb oldalon, mondhatjuk, hogy létező pártok. Mostanra annyira elinflálódott a pártok hitelessége, az ellenzéki pártok hitelessége. Gondoljunk vissza, tudom, hogy már olyan, mintha évekkel ezelőtt lett volna, volt nekünk egy lemondási botrányunk, és volt egy influencer tüntetésünk. Az influencer tüntetésen 150 000 ember vett részt, ahol semmilyen pártlogó, semmilyen párthoz köthető személy nem volt ott. Hát valószínű ellenzéki érzelmű influencerek szerveztek egy nagy gyűlést, amire tömegével mentek, több mint valószínű ellenzéki érzelmű szavazók. Amikor a pártok megpróbáltak hasonló rendezvényt tartani, hát a baráti társaság grill partia szintjén tudtak mozgósítani. Ez az a szél, amiből a Magyar Péter hajója kifogta, és még ezt látjuk, hogy ez mennyire lesz egy felfújt lufi, és mennyire tud megszilárdulni, ez az, ami szerintem egy nagyon izgalmas kérdés a következő hónapokban. Az biztos, és azzal egyetértek, hogy a következő közvéleménykutatás az egy érdekes eredmény lesz abban a szempontból, hogy mennyien fognak a győztes felé húzni. Ugye a Tamás már utalt rá, ugye, hogy ez az eredmény, hogy ha 2 millió szavazatot nézem, akkor nagy siker, ha a százalékos arányt, akkor meg igazából inkább kudarc a Fidesznek. Ugye az a baj ezzel a kétharmados szöveggel, hogy ugye 2 millió szavazat akkor elég a kétharmadhoz, hogyha az ellenfélnek mondjuk 1,5 millió van csak. Tehát ugye nyilván az arányok baromira számítanak. És nyilván ez lehet aggasztó a kormánypártok számára, de szerintem az, hogy ennek milyen következményei vannak, meg hogy egyáltalán mi a kudarc, szerintem két eleme van ennek, a várakozások, meg az értelmezés. A várakozásokat nézzük, akkor hát elfogadjuk Brüsszelt, azt azért tudni. Igen, jó, szerintem az még csak egy fordulat, de amit például a békemenetnél láttunk, a békemenetes beszédnél láttunk, tehát felfokozott várakozások voltak. És látszott az, hogy rendkívüli energiákat a korábbi EP választásokhoz képest eszméletlenül mértékben nagyobb energiákat fordít a kormánypárt a mozgóstársa és a kampányra, ami pedig náluk is lassan indult, szerintem csöndesen indult.
És ugye ez felfokozta a várakozásokat, ahhoz képest például az eredmény, azt gondolom, hogy legalábbis arányos, százalék arányosan biztos, hogy kevés. A másik pedig az értelmezés, és szerintem itt van az egyedi helyzet, szerintem az egyik leggyakrabban elhangzott mondat a magyar médiában az utóbbi hónapokban, hogy a Fidesz elvesztette az uralmát a napirend fölött. És ugye a napirend ellenőrzés azért kell, hogy ugye mindig az én értelmezésem legyen az, ami dominál, amit mindenki hall. És ez szerintem most még mindig nincsen meg, és ugye függetlenül attól, hogy 2 millió szavazót elvittek, és ez történelmi eredmény, Magyar Péter sikerét ünnepli az ellenzéki oldal, és szerintem halkabb most az, tehát az értelmezni nem tudják megfelelően az eredményt, nincs most meg ahhoz a lendület, a napirend fölötti kontroll, hogy ezt tényleg egy akkora sikerként értelmezzék, amilyenként lehetne, tehát mondom, lehetne így értelmezni, és szerintem innentől kezdve kicsit a számoktól le is rugaszkodunk, és így a politikai hangulatra megyünk át, ami nagy jelentősége van, mert a Magyar Péter nagy részt ebből hangulati elemekből épült föl, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Szerintem ez már nem is fog változni, tehát most már a választás értelmezése az így szépen kifut, egyre kevesebb embert érdekel, hogy itt mi történt, minket persze baromira nem még sokáig, de hogy szerintem nem sikerült úgy értelmezni, igazán diadalként értelmezni ezt a 2 millió szavazót, és mindenki inkább a 40-45% közötti eredményen van. De Magyar Péter az diadalnak tudta értékelni, ugye láttuk az ő értékelőjét, és teljesen azt gondolom jogosan volt büszke arra, amit ők elértek, de hát arról is rengeteget beszéltünk, hogy június 9-éig tart ez a lendület, ez a hatalmas hív, láttuk ugye a tömegeket az ország minden pontján, és ugye mindenki elmondta, hogy most fog megtörténni az, hogy lesz egy jó eredmény, és utána akkor most a pártot kell valóban építeni. 30%, ahogy ti is mondtátok, valószínűleg most már a gyengébben szereplő ellenzéki pártok szavazói is át fognak valahogy tendálni, tehát az inkább már 30-35 lesz. Mi lehet ebből tovább? Mit kellene csinálni Magyar Péternek ahhoz, hogy 2026-ra egy ütőképes, egységes, nagy erős ellenzéki pártot létre tudjon hozni? Ez nagyon nehéz kérdés, mert egyrészt láttunk már nagyon sokféle próbálkozást, mint 14, mint 18, mint 22 után. Amiből szerintem Magyar Péternek, és itt is rákapcsolódni kicsit a hangulat kérdésére, hogy 18 és 22 után borzasztó apátiába volt az ellenzéki szavazótábor. Most nincs apátiába szerintem az ellenzéki szavazótábor, sőt, reménykedik. Reménykedik, hogy végre van egy kihívó, van egy olyan szereplő, aki nem pozíciókról beszélgetett elsősorban, nem technikai jellegű kérdéseken volt leragadva, hanem politizált, politikai üzeneteket fogalmazott meg, még hogyha... Sőt, szerintem éppen azért, mert az előző ellenzéki politikai üzenetektől nagyon eltérő módon, picit közelebb, kommunikációs stílusában közelebb állóan a kormánypártokhoz. Hát a pártépítésre visszatérve, mi a veszélye? Hát nagyon sok embert, hogyha beenged a pártba, és nem megfelelően működik az a szűrő, akkor azért ott van kockázat, hogy... kikkel kerül egy platformra. Másrésztről vannak olyan ellenzéki szereplők jelenleg kispártokban, vagy eltűnő pártokban, akiket szerintem nem biztos, hogy az útszélén kellene hagyjon. Ugye a kampányik természetesen logikus volt, hogy se egyik, se másik oldallal nem paktált le, nem szövetkezett, nem mutatkozott egy platformon. Hogy ez hosszú távon fenntartható, az is egy izgalmas kérdés lesz. Igen, és az lesz igazániból a legérdekesebb kérdés, hogy most azt láthattuk, hogy ugye a megyei listákon nem volt rajta Magyar Péter, csak és kizárólag a fővárosi közgyűlési listán, és hogyha megnézzük azt, hogy a Tisza pártnak a szavazói amúgy kiket támogattak akár vidéken, vagy akár a különböző területeken az országban, akkor azt láthatjuk, hogy például a Délalföldön, vagy akár Győr agglomerációjában, ott, vagy Borsod megyében, ott a Mi Hazánkot támogatták a Tisza pártnak a szavazói. 300 ezer voksa kapott többet a Mi Hazánk megyei listákon, mint az európai parlamenti listán. Az rengeteg szavazat, és ebből is látszik, ja, például Pest megyében pedig a Momentum. Somogy megyében Somogy megyében induló lista. Tehát ebből is látszik, hogy Magyar Péterre szavazók mennyire sokszínűek, mennyire teljesen különböző dolgokat gondolnak a világról, azért nem mondtuk volna meg, hogy a Momentum és a Mi Hazánk között bármilyen szempontból van ideológiai közösség, vagy bármilyen szempontú közösség.
Úgyhogy, és abból is látszik, hogy ezt tudta megcsinálni, hogy Magyar Péter most még, mivel One Man Show-t csinál, az emberek sok mindent belelátnak, de hogyha elkezdenek mondjuk az ellenzéki oldalról kompromitálódott szereplők hozzáérkezni, akkor akár egy Mi Hazánkosabb érzelmű szavazót mondjuk elriaszt, vagy akár egy Momentumosabb érzelmű szavazót elriaszt, úgyhogy itt nagyon-nagyon ügyesen kell majd építeni a pártszervezetet, amit amúgy nem lehet megspórolni. Tehát 2026-os országgyűlési választást nem lehet nyerni kiterjedt pártszervezet, 106 ütőképes ember, és körzetekben dől el ugye nélkül, a választás tétje. Hát beszélhettünk volna még itt a mai műsorban, és nagyon érdekes lett volna, hogy beszéljünk az ellenzéki pártoknak a szerepléséről és a további sorsukról, főleg úgy, hogy sokan azt mondják, hogy megsemmisültek részben, de hát a parlamentben még most is ott vannak 2 évig, tehát ez még egy kétséges, erről majd egy legközelebbi adásban. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, itt voltatok és megosztottátok velünk a véleményeteket és a tudásokat. A nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is. Ez volt a Nézőpont és pont.